Sziasztok! Az Access Point eheti adásában a Ubiquiti Networks Unify Wi-Fi 6-os ap fogunk foglalkozni, pontosabban az első fecskével, ami megérkezett hazánkba, ez az UniFi 6 Lite, ami a belépő szintjét képviseli a gyártó Wi-Fi 6-os Access Point felhozatalának. De nem csak az UniFi 6 Lite-tal fogunk ebben az adásban foglalkozni, hanem összevetjük, összehasonlítjuk a teljesítményét egy nano HD-val, ami a gyártó jelenlegi legjobb, talán legjobb ár teljesítmény arányú access pontja, mert ugye ez már a ac szabvány wave 2 es specifikációját is támogatja, míg az új ödveske a Wi-Fi 6 szabványt veti be ellene. Akkor először is boncolgassuk az új jövevényt. Az U6 Lite az ténylegesen csak egy belépő szintet képvisel. Olyannyira, hogy az AX szabványt csak az 5 GHz-es rádióján támogatja. Sajnos, és ezért érte a legtöbb kritika még a megjelenés előtt is, 2.4-en maradt a jó öreg szabvány, vagy Wi-Fi 4, ahogy éppen neveznénk. A lényeg a lényeg, hogy 2x2-es 2 gigán, 2x2-es 5 gigán, viszont azonos formfaktorral rendelkezik, mint a Nano HD, mert ennek a rögzítő keretébe teljes mértékben belepasszol. Uh, tulajdonképpen a korábbi telepítésünket wi képessé tudjuk tenni egy egyszerű AP cserével. Na de ha a Nado HD-val hasonlítjuk össze, akkor a specifikációiról ejtsünk szót szintén. 4x4-es 5 ghz AC Wave 2 es szabványt támogat ez a rádió, és 2.4-en ez is csak ennes, mert mint tudjuk, az AC nem támogatta a 2.4-es sávot. Bemutattuk tesztünk két szereplőjét, akkor beszéljünk egy kicsit a tesztkörülményekről és a mérések metodikájáról. A tesztünk helyszíne egy családi ház, eh, ahol két nano HD 100 négyzetméteren valósított meg lefedést. Ezeket az access pointokat tulajdonképpen lemértük, majd kicseréltük az új AP-kkal, és lemértük ugyanazzal a metodikával. Na de hogyan is mértünk? Egyrészt minden más kliens leválasztottunk a hálózatról, a teszt ideje alatt mindig csak egyetlen egy darab a teszt kliens volt felcsatlakozva a hálózatra. Kétféle kliensünk volt, egy AX-képes, 2x2-es rádióval felszerelt iphone valamint egy AC-képes, x 3 rádióval felszerelt MacBook pro no most, azért is választottuk ezeket a klienseket, mert össze akartuk vetni, hogy mégis egy 2 x 5 gigás rádió az új szabvánnyal egy 4x4-es rádió, de egy korábbi szabványjal mégis hogyan bírkozik meg a feladattal? A ház hét pontján végeztük el a méréseinket, mindkét klienssel, mindkét AP-val, pontosabban két-két AP-val, és mindig ugyanazokra az AP-kra voltak csatlakozva. A hét pontból csak egy helyen mértünk kétszer, mégpedig úgy, hogy a közelebbi access pointot lekapcsoltuk, és úgy néztük meg, hogy milyen eredményeket produkál a kliensünk. Azért erre a pontra esett a választás, mert ez egy zuhanyzó, méghozzá a burkolatának köszönhetően elég rossz körülményeket biztosít Wi-Fi adatátvitel szempontjából. Először a referenciául szolgáló nanoHD-val kezdtük, az iPhone 12 Pro-val mentünk végig a pontokon, 1-től 7-ig, majd visszamentünk a 3-as pontra az előbb említett mérést újra elvégezni. Ezután a 3x3-as notebookkal mentünk ugyanebben a sorrendben végig a pontokon, majd kicseréltük az access pointokat, és újra kezdtük. Ugyanazzal a sorrendiséggel végigmentünk a mérési pontokon, és minden egyes mérést ötször végeztünk el fel és leirányba, majd ezek átlagát tekintettük valós teszteredménynek. Hozzátenném, hogy a tesztünk célja nem az volt, hogy csúcs sávszélességeket mutassunk be, ha bár egyébként egész jól szerepelt mindkét AP ebből a szempontból is. Az életszerű wifi tesztet akartuk megvalósítani, ami azt járja inkább körbe, hogy több falon keresztül bizonyos helyzetekben, amik jók a wifi nek bizonyos helyzetekben, amik kevésbé jók, hogyan tudnak a különböző kliensek helytelni a különböző access pointok -ok által megvalósított lefedés mellett. Antennák tekintetében, mint említettem, talán már a két AP azonos, tehát ténylegesen csak a rádiós interfészek, valamint a kliensek különböztek. Lévén, hogy ez a háztartás nem rendelkezik gigabites, szimmetrikus vagy ennél gyorsabb internet eléréssel, valamint szerettük volna kiszűrni az internetes mérésekből adódó mérési hibákat, ezért inkább hálózaton belül hoztunk létre egy speedtest tervert, ami a Liber Speed nevet viseli magán. Ezt egy Docker image-ben letöltöttük, elindítottuk egy X86-os alapú nason. Tulajdonképpen minden előre volt konfigurálva. Ennek az image-nek az elérhetőségét egyébként megtaláljátok a szövegdobozba lent. Ha esetleg ti is szeretnétek otthon speedtest szervert üzemeltetni tesztelés céljára, és telepítés után megpróbáltuk megizzasztani a szervert, de ezt nem igazán sikerült. Annak ellenére, hogy a Docker Image-nek nagy processzor prioritást adtunk, valamint korlátlan RAM felhasználást, igazából nem terhelte meg a speed tesztelés akkor sem, hogyha párhuzamosan több kliensről, több AP-n keresztül futtattuk a teszteket. Akkor vágjunk bele a teszt eredmények boncogatásába. Nem szeretnénk minden egyes számot felolvasni sorról sorra, elvégre ehhez egy elég csinos kis Excel-t összeállítottunk, amit egyébként szintén le tudtok tölteni az Infoboxból. Inkább csak kiemelnék egy-két érdekességet. Kezdjük a MacBook Pro-val, ami, mint ugye említettem, AC-s rendelkezik, tehát AC-s rádió van benne, viszont 3x3-as, gondolhatnánk, hogy a 4x4-es AC és AP-val jobban együtt fog működni, de vannak itt azért meglepetések. A számokat átnézve azt ki lehet jelenteni, hogy az AC és AP-val csak akkor jön ki több, nagyobb sávszélesség, értem ez alatt, amikor teljesen ideálisak a rádiós körülmények. Tehát szabad rálátás van az access pointra, megfelelő távolságban van, nem túl közel, nem túl távol, és kihozható az az előny, amit a 3x3-as kliens biztosít. A csúcs eredmény egyébként, a, ugye nagy számokkal akarunk dobálózni, akkor elmondható, hogy 888 megabit volt a csúcs, amit a belső test szerverünkön tudtunk mérni. Egyébként ebben a mérésben, tehát a legideálisabb mérések esetén 843 megabit, például a 6 pontnál, 731 megabit a 2 pontnál, de még a 4 pontban is 713 megabitet tudott a régi AP-val. Na most ez letöltés irány feltöltés irányban látható, itt is voltak 600 megák, 530 megák, 600 megák a különböző pontokon, majd nézzétek meg a táblázatot, nagyon jó eredményeket mértünk fel irányba is. Az Unifi 6 Lite esetén, valamint az ac és kliens használatánál, ugye vegyes a kép, nem tudjuk kihasználni az AX-ből jövő előnyöket, és nem tudjuk kihasználni a 3x3-as rádiót sem, ami a kliensben van. Ebből adódóan nem lehetett elérni 800 megabites sávszélességeket, szinte sehol, ha jól látom, de így is nagyon jól teljesített, ami nagyon-nagyon meglepett, mert 700 megabiteket, 680 megabiteket mértünk bizonyos ideális pontokban, ami gyönyörű eredmény, nem értük el a nano hd val mérteket, de nagyon-nagyon közel vagyunk, ami meglepő, mert ac ban 2 7x2-es működés mellett nagyon közel vagyunk azokhoz az eredményekhez, amiket a 4x4-es AP tudott. Viszont felfelé irányba megváltozik a képlet. Amíg ideális körülmények között kb. ugyanazt a teljesítményt hozta a kliensünk, addig, ha már nem voltak olyan ideálisak a körülmények, akkor jóval kevesebbet hozott, mint az a nano HD alatt. Ami egy érdekes pont volt, hogy a legkíméletlenebb helyzetben, például egy extrém példa, hogy feltöltés irányba a hetes pontból közel 400 megabitet tudtunk mérni a régi AP-val, az újjal csak 153-at. Ami annak volt köszönhető, hogy itt már 2-4-re vissza kellett lépnie a laptopnak. És a 3 pontban a második mérésnél ahol ugye kikapcsoltuk az egyik access pointot. Ott is volt egy érdekes dolog, 270 megabitet mértünk akkor, amikor a régi ap csatlakoztunk, és csak 150-et akkor, amikor az újra. Azért ez is egy elég nagy különbség. Látható, hogy abban az esetben, ha ebből az AP-ból majd sűrű elhelyezéssel építjük hálózatunkat, akkor nagyon jó eredményeket fogunk tudni elérni. Amíg egy több csengén rendelkező Access Point sokkal jobb lefedést fog tudni biztosítani számunkra. Annak ellenére, hogy akár egy szabványon korábbi is. De az mindenképp megígzendő, hogy az AXS csíp sokkal nagyobb kapacitással képes adatátvitel szempontjából. Ez várhatóan egyébként nem is rádiós léren dől el, hanem inkább az Access Point feldolgozó képességén múlhat. Bocsogassuk egy kicsit még a telefonnal mért eredményeket. Ugye, mint említettem, iPhone 12 Pro az AX-es wifi vel rendelkezik, viszont csak kétszer x 2 Tulajdonképpen adja magát, hogy a, az új AP-val ez jobban fog együttműködni. De lesznek itt is meglepetések. Mégpedig azt ki lehet jelenteni, hogy lefele irányba, tehát a telefon felé történő sávszélesség mérés esetén szinte minden esetben jobb eredményt produkált az új AP-val az ax kliens. Ez tulajdonképpen borítékolható is volt. A legmagasabb mért értékünk egyébként 778 megabit volt, ami önmagában szép eredmény. De az is mindenképp megjegyzendő, hogy felfele irányba viszont már csak akkor tudott többet a új AP-val a telefon, amennyiben ideálisak voltak a körülmények. Ha nem, akkor már a 4x4-es korábbi szabványtámogató AP-val jelentősen több sávszélesség állt rendelkezésünkre. Mondom, felirányba. És ami a legnagyobb problémát jelentette, az pedig az volt, hogy bizonyos méréseket nem tudtunk elvégezni, a legrosszabb körülmények között a hetes pontban, valamint a 3 pont második mérését konkrétan nem tudtuk elvégezni, mert az access pointra nem tudott felcsatlakozni a telefonunk, ami már csak azért is érdekes, mert mint említettem, az új jp ban is NS 2x2-es rádió van, és a régi, a nano HD-ban is egy 2x2-es van, és ennek ellenére míg a harmadik pontban történt második mérés esetén láthatóan 2-4-en volt a kliensünk, a 7 pontban szintén 2-4-en volt a kliensünk, 80, 70, 100 ilyesmi ö, eredményeiket értünk el addig, az Unifi 6 Lite esetén konkrétan nem tudott csatlakozni a kliensünk az AP-ra. Ami akárhogyan is nézzük, nem elfogadható eredmény. Mint mondottam, ad antenna tekintetében és 2.4-es rádió tekintetében pontosan azonos a két versenyző, ami azt vetíteni előre, hogy itt pont ugyanúgy kellene teljesíteniük. A Ubiquiti védelmében azt is azért el kell mondanunk, hogy azért ez egy korai állapotban lévő termék, Reméljük, mi hamarabb csiszolnak a szoftveren, amennyiben ez egy bug. Ha viszont ez a limitáció hardwareből jön, akkor nem fogjuk tudni ajánlani ezt az access pointot szélesebb körben. Jó. A tesztkörülményekről, körülményekről, amit még esetleg nem említettem, az ter de természetesnek vehető, hogy pontosan azonos firmwarek futottak mindegyik access pointon, egyébként a hálózat többi pontján is, tehát a switch routereken, egyebeken. UDM Pro volt a router, azon az 1.8.3-as uh, szoftververzió futott, és az aktuális a legújabb Network Controller. Ezeknek a pontos verzió számait láthatjátok a képernyőre kiírva. Amennyiben kérdésetek lenne a tesztel kapcsolatban, ne habozzatok, tegyétek fel. Én még annyit hozzátennék, hogy árban azért érdemes összevetni szintén ezeket a versenyzőket, és az tudható, hogy ez egy 44 ezer, 45 ezer forintos nettó elérhető access point, amíg az Unifi 6 Lite, lévén, hogy light, egy jóval olcsóbb féláron elérhető termék, kb. 24 ezer forintos vételára lesz, amivel egyébként robbantja az ax piacot, nem nagyon láttam még AX-es AP-t ilyen áron, a Ubiquiti megint jól befűtött az ellenfeleknek, na meglátjuk, hogy a piacon hogyan fog teljesíteni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok! feliratkozni, nehogy elfelejtsetek. Meg csengőt nyomni. Pá!